A 2018-as országgyűlési választás április 8-án lezajlott. Televíziónk arra volt kíváncsi, városunk és térségünk polgárai mennyire elégedettek a választás eredményével. Vasárnap volt-e szavazni, és mit szól az eredményhez? Örülök neki, mert így gondoltam én is. Azt szeretném még öntől megkérdezni, hogy ön szerint mi lehet az oka az ilyen nagymértékű támogatottságának a Fidesznek? Hát gondolom most ez a migráció miatt történt főképpen, mert a többi párt azt szerette volna, vagyis hát nem bánta volna, ha bejönnek Magyarországra. Gondolom, hogy ezért történt. Melyek voltak ön szerint azok az intézkedések, amelyek jók voltak az országnak, illetve a polgároknak? Hát nekem nagyon jó volt, amikor még dolgoztam, akkor a munkahelyemen bevezette a 7 órás munkaidőt, akkor ez a 40 éves nyugdíjba eljövetelt, meg amit úgy ígért, azért mindig teljesítette. Most a nyugdíjemelés is, a prémium, meg az Erzsébet utalványok, meg szóval ő azért igyekezett, én úgy gondolom, hogy amit megígért, azt nem utána máshol kitárgyalt, azt kinevette, hogy miket ígért. Bodó Sándor harmadik ciklusát fogja megkezdeni ezáltal. Mit üzenne neki? Hát további jó egészséget, jó munkát, és köszönjük szépen, hogy így a térségért sok mindent tesz. Volt-e vasárnap szavazni, és mit szól az eredményhez? Hát, azt hiszem, nem tudom, azt hiszem várható volt. Ön szerint mi lehet a Fidesz ilyen nagymértékű támogatottságának az oka? Talán a megszokás. Nem tudom. Elégedett az elmúlt 4 évvel? Hát nem igazán, de azt hiszem, hogy nem sok mindent tudunk változtatni ezen. Melyek voltak azok az intézkedések, amelyek jók voltak az országnak, a polgároknak? Én azt hiszem, hogy ez is változó, hogy kinek melyik volt a jobb. Tehát ezt én csak magamról tudok esetleg beszélni, de így globálisan nem tudom, hogy kinek melyik volt jobb. Bodó Sándor ugye a harmadik ciklusát kezdi meg ebben ezzel. Ön mit üzenne neki? Nagyon jó egészséget, és én szerintem azt hiszem, hogy nagyon sokan szeretjük. Ladányba legalábbis. Vasárnap volt ön választani, és mit szól az eredményhez? Voltam választani, mindig is szoktam menni választani, és nagyon örülök, hogy a Fidesz nyert. Megmondom őszintén, én nyugdíjas vagyok, és nagyon jól esett. Eddig is fejlődött az ország, észrevettük, és reméljük, hogy ezután még jobban fog fejlődni az ország, és én ezért szavaztam a Fideszre. Úgyhogy én úgy érzem, hogy jól döntött ez az ország. Mi önnek a véleménye arról? Ön szerint mi az a támogatottság, miért ilyen nagymértékű a támogatottsága a Fidesznek? Hát, mert azt hiszem, hogy nagy mértékben odafigyelnek az emberek véleményére, és az emberek, hogy is mondjam, jólétét akarják igazgatni, azzal is, hogy minél több munkahelyet igyekeznek teremteni, és ez nagyon kell, főleg itt a keleti ország részben. Vasárnap voltak-e szavazni, és ha igen, mit szólnak az eredményhez? Nagyon örülünk. Voltunk szavazni. Igen, főleg Bodó Sándorra, meg minden a Fidesz, úgyhogy ez. Ön szerint mi a titka annak, hogy a Fidesznek ennyire nagy a támogatottsága? Hát mind. Hát ez most eldőlt a szavazó fülkébe, lelke volt rajta mindenkinek, úgyhogy hát ennyi. Hát szerintem... Az elmúlt 4 évhez mit szól? Én nekem nem volt rossz. Munkahelyet teremt, csokot segíti a fiatalokat, le a kalappal előtte, próbál mindenkin segíteni. Az, hogy hát a nyugdíjasok, mert azt mondják, hogy mert a nyugdíjasokat most lekenyerezték. Ha van miből adni, adtak. Ha nincs miből adni, miért nem adtak 4 évvel ezelőtt? Akkor nem tudtak adni, mert nem volt miből. Igen. Én szerintem csak fejlődik az ország.
én szerintem. Hát, hogy más szerint hogy fejlődik, nem tudom. Bodó Sándornak ugye ez a harmadik ciklusa, most fogja megkezdeni. Mit üzennének neki? Hát kitartást és le a kalap el előtte, úgyhogy hát csak továbbra is így álljon mindenkihez hozzá. És mindenkin segít, akármilyen problémával, Sárét udvari a lakosok vagyunk, tehát ő is odavaló. Mindegy, ha éjjel kell menni, ha nappal kell menni, mindenki segít. Le a kalap el előtte. Én szerintem minden képviselőnek ilyennek kellene lenni, aki nem ócsárolja a másikat, még nem szígya, legalábbis hangosan. Így van. Vasárnap volt-e szavazni, és ha igen, mit szól a választás eredményéhez? Hát én gratulálok, hogy megnyerték ez a ideje. Én ezt vártam. Ön szerint mi a titka a Fidesz ekkora támogatottságának? Hát nem tudom, csak jobban ismerik, ezt már ismerik, hogy milyen, ki tudja, hogy másik párt milyen lenne. Ezt tudjuk, hogy ez tűrhető, elfogadható. Elégedette az elmúlt 4 évvel? Én igen, elégedett vagyok. Melyek voltak azok az intézkedések, amelyek ön szerint jók voltak az országnak, illetve az állampolgároknak? Hát egyszer az, hogy nem engedték be ezeket a migránsokat. Ez biztos, hogy sokat tett Magyarországnak. Mert pénzügyileg is csak kellett volna őket támogatni minden. Bodó Sándor ugye harmadik ciklusát kezdi meg. Mit üzenne neki? Hát, hogy így csinálja tovább. Vasárnap volt-e szavazni, és mit szól a választás eredményeihez? Hát, mit mondjak? Nem vagyok megelégedve, más vártam, nem mondom őszintén. Az elmúlt 4 év, mert hogy értékeli? Hát, nagyon rossz, számomra nagyon rossz volt. Tehát ez semmiféle infrastruktúra, én szerepi vagyok, megmondom őszintén, tehát nálunk nincs semmi, nagyon rossz, hát nem jó, hogy hívják. Infrastruktúra nincs, nem tudunk dolgozni, nincs munkalehetőség, nagyon messze el kell járni. Más, hát nem tudom. Nem. Ön szerint mi lehet a titka a Fidesznek az ekkora támogatottságához? A kampánya. Nagyon jó sikerült tehát az utolsó hajrája. Tehát vidéken betudta az idősebb embereknek, tehát akik elnézésik, vagy így mondjam, írott sajtókat, stb. Ezeket figyelték, tehát ezzel a migrációs kampányjal ezzel tudta megnyerni a csinál. A végső hajrába, szerintem. Szerintem. Tehát a városokban, nagyobb hocsivákban szerintem nem, de itt a vidékek nagyon meg tudta etetni ezekkel a... Bodó Sándor a harmadik ciklusát kezdi meg. Mit üzenne neki? Hát egy kicsit többet fordítson a szerepiekre. Jobban odafigyeljen. Vasárnap volt-e szavazni, és mi a véleménye az eredményről? Jó. Ennyit róla. Ön szerint mi a nagyfokú támogatottsága, mi az oka a nagyfokú támogatottsága a Fidesznek? Megbecsüli a nyugdíjasokat, és nem mondja nekik, hogy milyen disznók, meg mit tudom én. Azt szeretném még öntől megkérdezni, hogy elégedette az elmúlt 4 évvel? Természetesen. Mik azok az intézkedések ön szerint, ami a Fidesz tett az elmúlt évek során az állampolgárok és az ország iránt? Nem engedi be a bevándorlókat. Bodó Sándor ugye a harmadik ciklusát kezdi meg, mit üzenne neki? Jó egészséget, további jó munkát. Vasárnap volt-e szavazni, és mennyire elégedett az eredménnyel? Nagyon, nagyon elégedett vagyok. Örülök neki, hogy így történt. Az elmúlt 4 évvel elégedette? Avval is nagyon, mióta a Fidesz van, nagyon elégedett vagyok vele. Ön szerint mi a titka annak, hogy a Fidesznek ekkora a támogatottsága? Azért, mert az emberekkel jót tesz. Nagyon sok jót tett. Fejlődött püspökladány és minden, és az embereknek ez nagyon jó. És a közbiztonság nekünk nagyon fontos, amit ő megteremt. Bodó Sándor a harmadik ciklusát kezdi meg. Mit üzenne neki? Nagyon sok sikert kívánunk neki, és nagyon boldogok vagyunk, őnek is sikerült ez újra. Vasárnap volt-e szavazni, és hogy mit szól az eredményekhez? Jó eredmény, jó. Ennyi. Nincs több. Ön szerint mi a titka a Fidesz ekkora fokú támogatottságának? Hát mert biztosan tudja azt, hogy mit csinál, hogy így mondjam, tehát segít az embereket, ennyi az egész. Ön megelégedett az elmúlt 4 évvel? Hát meg persze, hát most mit csinálják, én nyugdíjas, hát. Volt-e vasárnap szavazni, és mit szól az eredményekhez? Nagyon jó. Az elmúlt 4 évvel mennyire van megelégedve? Az elmúlt 4 év a lehető legszebb eredményt ért el a kormány, és azért szavaztunk a Fideszre, és azért jó ez az eredmény, mert legalább ez tovább folytatja a kormány. Ön szerint mi a titka a Fidesz ekkora támogatottságának?
az, hogy ez egy olyan bázis, ami a Fidesz megalakulásóta csak nőtt, mert a Fidesz, amit ígért, azt mindig be is tartotta. Tehát nem úgy, mint ezek az ellenzéki pártok, hogy össze-vissza ígérgettek mindent, és nem tartottak be, mert nem is tudtak betartani semmit se. Ez az igazság. Melyek voltak azok az intézkedések ön szerint, amelyek az országnak és a polgároknak jót tett? Hát először is az ország szépen fejlődik, tehát minden területen. Azon kívül az Orbán Viktor és a kormánya foglalkozik a nemzetiségekkel, tehát magyarok azok is, és körülbelül 4-5 millió magyar azért nem mindegy, hogy itt van, vagy ott van, és velünk van, vagy nem velünk. Tehát lényeges dolog az, hogy azok is érezzék magukat, az, hogy van egy anyaország, és ők is ide tartoznak. Bodó Sándor a harmadik ciklusát kezdi meg, mit üzenne neki? Hát én üzentem már neki, egyébként gratulálok neki. Együtt voltunk a békemeneten is, úgyhogy mondtam neki akkor is, hogy szurkolok neki, jól csinálja, ügyes.